Zsül mosolygott. Meghiszem azt, de te nem ismered az orvosok világát. Őket nem érdekli, akár mekkora hatalmad legyen is. Félek, hogy ebben nem tudsz segíteni. Michael szórakozottan bólintott. Persze, igazad van. De van néhány barátom, neves személyiségek, akik egy nagy kórházat akarnak építeni Las Vegasban. A városnak szüksége lesz rá, ahogy növekszik, és ahogy a növekedését előre megtervezték. Ha megfelelően elmagyarázzák nekik az ügyedet, talán hagynak majd operálni. Az ördögbe is hol találnának még egy olyan jó sebészt, mint te, vagy akár csak hasonlót, aki kijön ide a sivatagba? Mi teszünk ezzel szívességet a kórháznak. Tehát maradj itt a közelben. Hallom, hogy te meg Lucy össze akartak házasodni. Zsül vállat vont. Ha látom, hogy van jövőm... Mike, ha nem építed meg azt a kórházat, vénlányként fogok meghalni, mondta savanyúképpen Lucy. Mindannyian nevettek, Zsül kivételével. Így szólt Michaelhoz. De ha elfogadom ezt az állást, azt nem lehet semmiféle feltételhez kötni. Nincsenek feltételek, közölte hűvösen Michael. Mindössze tartozom neked, és ezt szeretném kiegyenlíteni. Mike, ne haragudj rá, mondta kedvesen Lucy. Michael rámosolygott. Nem haragszom. Ismét Zsülhöz fordult. Ezt nem kellett volna mondanod. A Corleone család különböző összeköttetéseket vett igénybe miattad. Azt hiszed, olyan ostoba vagyok, hogy olyasmit kérek tőled, amit gyűlölsz? De ha így is tennék, mi lenne? Ki más mozdította meg érted a kis ujját, hogy segítsen, amikor bajban voltál? Amikor meghallottam, hogy vissza akarsz kerülni a szakmádba, és újra igazi sebész akarsz lenni, rengeteg időt fordítottam rá, hogy mérlegeljem, tudnék-e segíteni. Tudok. Nem kérek tőled semmiféle ellenszolgáltatást. De legalább tekintsd barátinak a kapcsolatunkat, és akkor biztosra veszem, hogy megteszed nekem ugyanazt, amit bármelyik jó barátodnak megtennél. Ez a feltételem. De jogodban áll visszautasítani. Tom Hagen lehajtott fejjel mosolygott. Maga a Don sem találhatta volna ki szebben. Zsül elpirult. Mike, egyáltalán nem így gondoltam. Nagyon hálás vagyok neked és az apádnak. Felejtsd el, amit mondtam. Michael bólintott. Nagyszerű. Amíg a kórház felépülés megnyílik, te leszel a négy szálloda vezető főorvosa. Keresd megfelelő személyzetet. A fizetésed is több lesz, de ezt egy későbbi időpontban megbeszélheted Tommal. És Lucy, szeretném, ha te is fontosabb munkát végeznél. Talán összehangolhatnád a szálloda oszlopcsarnokában megnyíló üzletek működését pénzügyi szempontból, vagy talán a kaszinóban dolgozó lányok szerződtetésével foglalkozhatnál. Ilyesmire gondolok. Így, ha Zsül nem vesz feleségül, legalább gazdag vénlány lehetsz. Freddy dühösen szívta a szivarját. Michael odafordult hozzá, és barátságosan mondta. Freddy, én csak a Don kifutó fiúja vagyok. Természetesen személyesen közli majd veled, mit kíván tőled, de biztos vagyok benne, hogy komoly dolgod lesz. Örülni fogsz neki. Mindenki arról beszél, milyen nagyszerű munkát végzel itt. Akkor meg miért haragszik rám? Kérdezte panaszosan Freddy. Csak azért, mert a kaszinó sok pénzt veszít? Ezt a részét nem én ellenőrzöm. Ez Moe Green dolga. Mi az ördögöt akar tőlem az öreg? Emiatt ne izgulj, nyugtatta meg Michael. Johnny Fontánéhoz fordult. Hol van Nino? Szerettem volna újra találkozni vele. Johnny vállat vont. Nino nagyon beteg. A szobájában fekszik, egy ápolónő vigyáz rá. De a dokit azt mondja, felügyelet alá kell helyeztetni, mert meg akarja ölni magát, Nino. Michael őszintén megdöbbent. Nino igazán rendes fickó volt. Soha nem hallottam róla, hogy bármilyen aljasságot tett volna, vagy olyasmit mondott, amivel bárkit is megbántott. De a Pia kivételével a világon semmivel sem törődött. Igen, helyeselt Johnny. Dől hozzá a pénz, rengeteg munkája lehetne, énekelhetne, vagy filmezhetne. 50 darab ezrest kap most egy filmért, és elszórja az egészet. Fütyül rá, hogy híres.
De amióta barátok vagyunk, soha nem hallottam, hogy aljasságot csinált volna. És most halálra issza magát a disznó. Jules éppen meg akart szólalni, amikor kopogtak a lakosztály ajtaján. Meglepetten látta, hogy a karosszékben ülő ember, aki a legközelebb volt az ajtóhoz, nem állt fel, hanem tovább olvasta az újságját. Helyette Tom Hagen ment ajtót nyitni. Durván félre söpörték, amikor Moe Greene két testőre kíséretében nagy léptekkel berontott a szobába. Moe Greene jóképű gengszter volt, aki a brooklyni gyilkos társaság hóhéraként alapozta meg a hírnevét, aztán kiterjesztette tevékenységét a szerencsejátékokra, és nyugatra ment meggazdagodni. Ő volt az első, aki felismerte a Las Vegasban rejlő óriási lehetőségeket, és az elsők között építetett szállodát és kaszinót. Néha még most is gyilkos dűrohamok kerítették hatalmukba. Mindenki rettegett tőle a szállodában, beleértve Freddit, Lucyt és Jules Segalt is. Ha csak lehetett, mindenki kitért az útjából. Szép arca most félelmetes volt. Vártam, hogy beszélhessek veled, Mikey, mondta Michael Corleone-nak. Holnap sok dolgom van, ezért elhatároztam, hogy inkább ma este csíplek el. Mit szólsz hozzá? Michael Corleone barátságos, csodálkozó pillantással nézett rá. Remek, mondta, intett Hagennek. Adj egy pohár italt Mr. Greennek, Tom. Jules észrevette, hogy Albert Neri figyelmesen tanulmányozza Moe Greent, és egyáltalán nem vesz tudomást az ajtónak támaszkodó testőrökről. Tudta, hogy ki van zárva mindenféle erőszak, legalábbis Vegasban. Szigorúan tilos, mert végzetesen befolyásolná az egész tervet, amely az amerikai szerencsejátékosok törvényes szentélyévé akarja változtatni a várost. Moe Greene így szólt a testőreihez. Adjatok néhány zsetont ezeknek az embereknek, hadd játszanak a ház számlájára. Nyilvánvalóan Jules-re, Lucy-re, Johnny Fontanéra és Michael testőrére, Albert Nerire gondolt. Michael Corleone bólintott. Jó ötlet, mondta. Neri csak ekkor állt fel, hogy kövesse a többieket. Miután elbúcsúztak, Freddy, Tom Hagen, Moe Greene és Michael Corleone egyedül maradtak a szobában. Greene letette a poharát az asztalra és alileplezett dűvel megkérdezte. Mit hallok? A Corleone család meg akarja venni a részemet? Én foglak megvásárolni benneteket. Ti nem vehettek meg engem. Michael nyugodtan megszólalt. A kaszinód az óriási lehetőségek ellenére veszteséges. Valami nincs rendben körülötte. Talán mi jobban értünk hozzá. Greene halsányon fölnevetett. Átkozott digók! Szívességet teszek nektek, befogadom Freddit, amikor rosszul áll a szénátok, és most ki akartok lökni, de csak képzelitek. Engem innen nem rúghat ki senki. Vannak barátaim, akik majd segítenek. Michael nyugodt maradt. Befogadtad Freddit, mert a Corleone család egy csomó pénzt adott neked, hogy befejezhesd a szállodát felszerelését, és finanszírozta a kaszinódat is. Ráadásul a Molinari család a nyugati partokon garantálta Freddy biztonságát és különböző szívességeket tett neked, amiért befogadtad. A Corleone család semmivel sem tartozik neked. Nem tudom, miért izgatott fel magad. Megvesszük a részedet, bármilyen észszerű árat megadunk, amit kérsz. Mi rossz van ebben? Mi olyan tisztességtelen? Úgyis ráfizetéses a kaszinód. Még szívességet is teszünk neked. Greene megrázta a fejét. A Corleone családnak már nincs ennyi ereje. A keresztapa beteg. A többi család kikergett benneteket New Yorkból, és most azt hiszitek, itt terített asztalt találtak. Adok neked egy tanácsot, Mikey. Ne próbáljátok meg. Michael csendesen megszólalt. Ezért gondoltad, hogy nyilvánosság előtt felpafoszhatod Freddit? Tom Hagen meglepetten nézett Freddire. Freddy Corleone elpirult. Ugyan, Mike, semmiség az egész. Moe nem akart semmit. Néha dűbe gurul, de azért jó barátok vagyunk, igaz, Moe? Greene óvatos volt. Persze. Néha segbe kell rúgnom az embereket, ha azt akarom, hogy rendben menjenek itt a dolgok. Megharagudtam Freddyre, mert végigkefélte az összes bárpincérnőt, és feltartotta őket a munkában.
Volt egy kis vitánk, és észhez térítettem. Michael közönyös arccal fordult a bátyjához. Észhez tértél, Freddy? Freddy mogorván nézett az öcsére. Nem válaszolt. Green fölnevetett és folytatta. A csibész egyszerre kettőt vitt az ágyába. A régi szendvics figura szegényt. Freddy, el kell ismernem, te aztán tényleg megadtad ezeknek a babáknak. Ha te valakit elintézel, azt utánad már senki sem tudja boldoggá tenni. Hagen észrevette, hogy Michael erre nem volt felkészülve. Egymásra néztek. Talán ez volt a Don elégedetlenségének igazi oka. A Don szexuális téren szigorú, erkölcsös ember volt. Az ilyen szórakozásokat, amelyeket Freddy fia enged meg magának egyszerre két lányjal, degeneráltságnak véli. És ha Freddy eltűrte, hogy egy Mugreen féle fickó így megalázza, akkor aláásta azt a tekintélyt, amely a Corleone családot megilleti. Ez is közre játszhat benne, hogy apjánál fekete listára került. Michael felállt a székből, mint aki befejezte a beszélgetést. Holnap vissza kell mennem New Yorkba, mondta. Úgyhogy gondolkozz az áron. Green vadul ráförmett. Te disznó, azt hiszed, csak úgy félre tudsz lökni? Már gyermekkoromban több embert öltem meg, mint te egész életedben. New Yorkba lepülök, és magam beszélek a Donnal. Majd teszek neki egy ajánlatot. Freddy idegesen Tom Hagenhoz fordult. Tom, te vagy a consigliori. Te beszélhetsz a Donnal, és tanácsot adhatsz neki. Michael ekkor a személyiségéből sugárzott dermesztő erővel a két férfihoz fordult. A Don félig meddig már visszavonult, közölte. Én intézem a család ügyeit. Leváltottam Tomot a consigliori posztjáról. Kizárólag az ügyvédünk lesz itt Vegasban. Néhány hónap múlva átköltözik ide a családjával, hogy kidolgozzon néhány jogi problémát. Így, ha bármilyen mondani valótok van, hozzám forduljatok. Senki nem válaszolt. Michael ünnepélyesen folytatta. Freddy, te a bátyám vagy, tisztellek. De a család ellen soha ne fogd senkinek a pártját. Most még nem szólok a Donnak. Mugreehez fordult. Te meg ne sértegesd azokat, akik segíteni próbálnak neked. Jobban tennéd, ha arra fordítanád az energiádat, hogy megtudd, miért veszteséges a kaszinód. A Corleone család rengeteg pénzt fektetett be, és nincs semmi haszna. De én még most sem azért jöttem, hogy hibáztassalak. Segítőkezet nyújtok. Ha neked jobban tetszik, hogy leköpd ezt a segítőkezet, az a te dolgod. Többet nem mondhatok. Egyszer sem emelte fel a hangját, szavai mégis kihozanították Grint és Freddit. Michael rájuk nézett és ellépett az asztaltól. Így jelezte, hogy távozzanak. Hagen az ajtóhoz lépett és kinyitotta. A két férfi köszönés nélkül ment el. Másnap reggel Michael Corleone megkapta Mugreen üzenetét. Semmilyen áron sem adja el szállodai részvényeit. Az üzenetet Freddy adta át. Michael vállat vont, és így szólt a bátyjához. Mielőtt visszamegyek New Yorkba, szeretném meglátogatni Ninót. Johnny Fontánét Nino lakosztályában találták. A pamlagon ült és reggelizett. A hálószoba behúzott függönyei mögött Jules éppen Ninót vizsgálta. Végre elhúzták a függönyeket. Michael megijedt, amikor Ninót meglátta. Látszott rajta a testi széthullás. Szeme kábult volt, szája lefittyett, izmai meglazultak. Michael mellé ült az ágy szélére. Nino, örülök, hogy újra látlak. A Don mindig érdeklődik utánad. Nino mosolygott. Ez még a régi mosolya volt. Mondd meg neki, hogy rövidesen elpatkolok. A filmszakma sokkal veszélyesebb, mint az olívaolaj üzlet. Rendbe fogsz jönni, vigasztalta Michael. Ha bármiben segíthetek, csak szólj. Nino megrázta a fejét. Nem segíthetsz, mondta. Nem. Michael még néhány percig beszélgetett vele, aztán elment. Freddy kikísérte őt és társait a repülőtérre, de Michael kérésére nem várta meg a felszállást. Amint beszálltak a repülőgépbe, Tom Hagennal és Al Nerivel,
Michael Nellyhez fordult és megkérdezte. Jól megnézted magadnak? Nelly megkopogtatta a homlokát. Lefenyképeztem magamban és elraktároztam Moe Greene pofáját. 28. fejezet. Michael Corleone megpróbált pihenni és aludni, míg New Yorkba repültek. Nem sikerült. Életének legszörnyűbb talán végzetes időszaka előtt állt. Tovább nem lehet halogatni. Minden készenlétben állt, minden óvintézkedést megtettek az elmúlt 2 év alatt. Nem szabad tovább várni. A múlt héten a Don hivatalosan bejelentette visszavonulását a 2 Capo rezsimének és a Corleone család többi tagjának. Michael érezte, apja így adja tudtára, hogy megérett az idő. Már csak nem 3 éve, hogy hazatért, és több mint 2 éve vette feleségül Kate. A 3 évet a család üzleti ügyeinek megismerésével töltötte el. Hosszú órákat töltött Tom Hagennal és a Donnal is. Meglepte, milyen gazdag és erős valójában a Corleone család. Hatalmas ingatlanai voltak New York belvárosában, egész irodaházak. Mások neve alatt betársult a 2 Wall Street-i tőzsdi ügynökségbe, részvényei voltak Long Islandon, a bankokban. Társtulajdonosként szerepelt néhány központi ruházati vállalatnál, és mindehhez hozzájött még az illegális hazárdjáték. A Corleone család régebbi üzleteit áttekintve Michael Corleone számára a legérdekesebb eset az volt, hogy a család nem sokkal a háború után támogatásáért rendszeresen pénzt kapott egy hanglemez hamisító csoporttól. A hamisítók híres művészek hanglemezeit sokszorosították és árusították, és mindezt olyan ügyesen álcázták, hogy soha nem kapták el őket. Az üzleteknek eladott lemezekből természetesen egy fillért sem kapott sem a művész, sem az eredeti hanglemezt készítő társaság. Michael Corleone megállapította, hogy Johnny Fontana is rengeteg pénzt veszített ezen a hamisításon, mert ebben az időben, éppen azelőtt, hogy elment a hangja, az ő lemezei voltak a legnépszerűbbek az országban. Megkérdezte Tom Hagentól, miért engedte a Don, hogy a hamisítók becsapják a saját keresztfiát. Hagen vállat vont. Az üzlet az üzlet. Mellékesen Johnny akkoriban kiesett a Don kegyeiből, mert elvárt gyermekkori szerelmétől, és feleségül vette Margot Ashtont. Ez nem tetszett a Donnak. És miért hagyták abba ezek a fickók a működésüket, kérdezte Michael. Elkapták őket? Hagen megrázta a fejét. A Don megvonta tőlük védelmét. Ez rögtön Connie esküvője után történt. Ez a módszer gyakran felbukkant. A Don segítette azokat a bajba jutott embereket, akiknek a szerencsétlenségét részben ő idézte elő. És ezt nem ravasságból vagy jótékonyságból tette, hanem sokféle érdeke miatt. Vagy talán azért, mert a világ mindenségben is olyan természetesen kapcsolódik össze a jó és a rossz. Michael New Englandben kötött házasságot Kay-jel. Csendes esküvő volt, amelyen csak a lány családja és néhány barátja volt jelen. Utána beköltöztek a Long Beach-i telep egyik házába. Michael csodálkozva látta, milyen jól megfér Kay a szüleivel és a telepen lakó többi emberrel. Persze azonnal teherbe esett, ahogy az egy jó régi módi olasz feleséghez illik, és ez segített is. Újabb örömöt jelentett a 2 év alatt születendő második gyerek. Kay várni fogja a repülőtéren, mindig kimegy elé, mindig nagyon boldog, ha Mike visszaérkezik egy útról. És ő is boldog. Csak most nem. Mert ennek az útnak a végén meg kell végre tennie azt, amire az elmúlt 3 évben kioktatták. A Don már várni fogja. A 2 Capo rezsime szintén. És neki, Michael Corleone-nak utasításokat kell adnia, döntéseket kell hoznia, amelyek meghatározzák majd saját sorsát és a családjáét is. Minden reggel, amikor Kay Adams Corleone fölkelt, hogy megetesse a gyerekeket, látta Corleone mamát, a Don feleségét, az egyik testőr kíséretében kocsival elindulni a teleplőr, és 1 óra múlva visszajönni. Kay hamarosan megtudta, hogy anyósa minden áldott reggel templomba megy. Az öreg asszony hazatérve gyakran benézett hozzá egy csésze kávéra, és meglátogatta kisunokáját. Corleone mama mindig faggatta Kayt, nem gondol-e rá, hogy katolikus legyen. Az a tény, hogy Kay gyermekét már protestánsnak keresztelték, nem érdekelte.
Ezért Kay úgy érezte helyén való, ha megkérdezi az öregasszonytól, miért megy minden reggel templomba. Vajon ez kötelezője ahhoz, hogy katolikus legyen valaki? Az öregasszony úgy látszik arra gondolt, hogy ez tartja vissza Kayt az áttéréstől, ezért így szólt. Ó, nem. Nem. Vannak katolikusok, akik csak húsvétkor és karácsonykor mennek templomba. Az ember akkor megy, amikor úgy érzi, hogy kell. Kay nevetett. Akkor te miért mész minden áldott reggel? Corleone mama lehető legtermészetesebb hangon válaszolt. A férjemért megyek. A földre mutatott. Hogy ne kerüljön le oda. Elhallgatott, majd felmutatott az égre. Minden nap imádkozom a lelkiért, hogy oda jusson. Ezt olyan tréfás, csúfondáros mosolyjal mondta, mintha ezzel valahogyan megváltoztatná a férje akaratát, vagy amúgy is vesztett ügyről lenne szó. Csak nem viccesen beszélt, sajátos, döcögő, olasz öregasszony stílusában. Mint mindig, ha a férje nem volt jelen, magatartásában bujkált egy kis tiszteletlenség a nagy donnal szemben. Hogy van a férjed? Kérdezte udvariasan Kay. Corleone mama vállat vont. Mióta rálőttek, nem ugyanaz az ember többé. Átenged Michaelnak minden munkát. Ő csak megjátsza a bolondot a kertben a paprikáival és a paradicsomaival. Mintha még mindig paraszt lenne. De a férfiak mind ilyenek. Később a délelőtt folyamán Connie Corleone szokott végig sétálni két gyermekével a telepen, hogy meglátogassa Kayt és elcsevegjen vele. Kay kedvelte Connie-t, szerette az elevenségét és Michael iránt érzett nyilvánvaló rajongását. Connie megtanította Kayt, hogyan kell elkészíteni néhány olasz ételt, de gyakran áthozott Michaelnak egy kis kóstolót a saját, sokkal ízletesebben fűszerezett főztjéből. Ezen a délelőttön is szokás szerint megkérdezte Kayt, mit gondol Michael az ő férjéről, Carlóról. Tényleg úgy szereti Michael Carlót, ahogy mutatja? Carlónak mindig volt egy kis baja a családdal, de az utóbbi években ez rendbe jött. Igazán jól dolgozik a szakszervezetben, de sokat is kell dolgozni a hosszú órákat. Carló igazán szereti Michaelt, mondta mindig Connie. De hát mindenki szereti Michaelt, épp úgy, ahogy mindenki szereti az apját is. Michael lett a Don pontos mása. A legjobb megoldás, hogy Michael veszi át a család olívaolaj üzletét. Kaynek már korábban feltűnt, hogy amikor Connie a férje és a család kapcsolatairól beszél, mindig izgatottan várja, hogy néhány elismerő szót halljon Carlóról. Kay ostoba lett volna, ha nem veszi észre. Connie szinte félve kérdezte meg, vajon szereti-e Michael Carlót vagy sem. Egyik este beszélgetett erről Michael-lal, és megemlítette neki azt a tényt is, hogy Sonny Corleone-ról soha senki nem beszél, még csak nem is utal rá, legalábbis az ő jelenlétében nem. Kay egyszer megpróbálta részvétét nyilvánítani a Donnak és feleségének, akik szinte sértő némasággal néztek rá, nem is vettek róla tudomást. Később hiába próbálta meg rávenni Connie-t is, hogy beszéljen a legidősebb bátyjáról. Sunny felesége Sandra fogta a két gyermeket és átköltözött Floridába, ahol a szülei éltek. Bizonyos pénzügyi intézkedések történtek, hogy az asszony és a gyerekek gondtalanul élhessenek, de maga Sunny semmit nem hagyott hátra. Michael vonakodva mesélte el, mi történt azon az éjszakán, amikor Sunnyt megölték. Carlo megverte a feleségét, és Connie felhívta a telepet. Sunny vette föl a telefont, majd vakgyűlölettel elrohant. Ezért Connie és Carlo természetesen állandóan attól félnek, hogy a család az asszonyt vagy Carlót, a férjét okolhatja, mert közvetve Sunny halálát okozták. De ez nem így van. Az is bizonyítva, hogy Connie és Carlo a telepen kapott házat, és Carlót fontos feladattal bízták meg a szakszervezeti szövetségben. És Carló is észhez tért, abbahagyta az ivást, a nőzést, már nem okoskodik állandóan. A család meg van elégedve az utolsó két évben végzett munkájával és a magatartásával. Senki sem okolja a történtekért. Akkor miért nem hívjuk meg őket egyik este, hogy megnyugodjon? Kérdezte Kay. Szegényke mindig úgy izgul, hogy mit gondolsz a férjéről. Mondd meg neki. És azt is mondd meg, hogy verje ki a fejéből ezeket az ostobaságokat. Ezt nem tehetem, felelte Michael. Ilyesmiről soha nem beszélünk a családunkban. Akarod, hogy én mondjam meg neki? Nem értette, hogy a férje miért gondolkozik ilyen hosszú ideig a nyilvánvalóan helyes javaslaton. Végül Michael így szólt.
Nem kellene beszélned róla, Kay. Nem hiszem, hogy bármi jó származna belőle. Connie mindenképpen tovább fog izgulni. Ezen senki nem tud változtatni. Kay meg volt döbbenve. Észrevette, hogy Michael Connie ragaszkodása ellenére mindig kissé hűvösebben viselkedik a húgával, mint bárki mással. De te ugye nem okolod Connie-t Sunny haláláért? Kérdezte. Michael sóhajtott. Persze, hogy nem, mondta. Connie a húgom, és én nagyon szeretem őt. Sajnálom is. Carlo észhez tért ugyan, de tulajdonképpen nagyon rossz féle féri. De ez van. Hagyjuk az egészet. Kay nem szokott makacskodni, úgyhogy annyiban hagyta a témát. Már tudta, Michael nem olyan ember, akit kényszeríteni lehet, mert hűvössé és kellemetlenné vált tőle. Tudta, ő az egyetlen a világon, aki rá tudja venni a férjét, hogy megváltoztassa a szándékát, de azt is tudta, ha túl gyakran befolyásolja, aláássa ezt a hatalmát. És a vele eltöltött utolsó két év alatt még jobban megszerette. Szerette, mert mindig becsületesen bánt vele. Különös, de a férfi mindig becsületes volt mindenkihez a környezetében, soha nem önkényeskedett, még kis dolgokban sem. Kay rájött, hogy férje most rendkívül befolyásos ember. Sokan tárgyalni és tanácsot kérni jöttek hozzá a házba, tisztelettel és elismeréssel kezelték, de az asszony számára egy apróság tette mindennél kedvesebbé. Mióta Michael szétzúzott arcával hazatért Szicíliából, az egész család igyekezett rábeszélni, hogy vesse alá magát a plasztikai műtétnek. Az anyja állandóan nyaggatta Michaelt. Egyik vasárnap, amikor az összes Corleone összegyűlt az ebédnél, rákiáltott. Úgy nézel ki, mint egy gengszter a moziban. Az Isten szerelméért és szegény feleséget kedvéért hozasd már rendbe az arcodat, hogy az orrod se csöpögjön örökké, mint egy részeg íré. A Don az asztalfűn ülve figyelte a jelenetet. Odaszólt Kaynek. Téged zavar? Kay megrázta a fejét. A Don így szólt a feleségéhez. Már kikerült a kezeid közül, nem a te gondod többé. Az öreg asszony azonnal elhallgatott. Nem mintha félt volna a férjétől, de tiszteletlenség lett volna ilyesmiért mások előtt vitatkozni. De Connie, a Don kedvence, bejött a konyhából, ahol éppen a vasárnapi ebédet főzte, és a tűzhely melegétől kipirult arccal így szólt. Azt hiszem, tényleg meg kellene operáltatnia az arcát. Mielőtt megsebesült, ő volt a legcsinosabb a családban. Rajta, Mikey, ígérd meg, hogy meg fogod csináltatni a műtétet. Michael szórakozottan nézett rá. Úgy tűnt, mintha valóban nem hallotta volna az elhangzottakat. Nem válaszolt. Connie odállt az apja mögé. Mondd neki, hogy csináltassa meg, kérte a Dont. Két kezét gyengéden apja vállára tette, és a nyakát dörzsölgette. Ő volt az egyetlen, aki így bizalmaskodhatott a Donnal. Apja iránti gyengétsége megható volt. Úgy csüngött rajta, mint egy gyerek. A Don megveregette lánya kezét, és így szólt. Éljen halunk, tedd az asztalra a makaronit, aztán fecsegj. Connie a férjéhez fordult. Carlo, mondd meg te Mike-nak, hogy hozassa rendbe az arcát. Talán rád hallgat. A hangja arra utalt, hogy Michael és Carlo Rizzi barátsága erősebb, mint bármely más kapcsolat. Carlo csinos, lesült arcával, szépen nyírt és fésült szőke hajával csak üldögélt, kortyolt egyet a házi borból, és így szólt. Mike-nak nem kell megmondani, mit csináljon. Carlo megváltozott, mióta beköltöztek a telepre. Tudta, hol a helye a családban, és ahhoz tartotta magát. Kaynek feltűnt valami ebben a jelenetben, amit nem értett. Mint nő észrevette, hogy Connie szándékosan hízeleg az apjának, bár nagyon ügyesen csinálja és komolyan is gondolja. De mégsem volt természetes. Carlo válasza rendre utasítás volt. Michael semmiről nem vett tudomást.